nézőink, üdvözöljük Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Többek között vendégünk lesz ma a Vármegyei Levéltár új igazgatója. Bemutatjuk az idén 30 éves falugazdász hálózatot, és az egyik olyan képviselőjét a Vármegyében, aki az első pillanattól falugazdászként dolgozik. Valamint az állásbőrzére is kilátogatunk. Nézzük a tartalmakat. Tartsanak velünk! Családkutatási programok, együttműködések, új levéltári igazgató a Vármegyében. Állásbőrze, 20. alkalommal rendezték meg a Nyíregyházi Egyetemen. Segítség a gazdálkodóknak, 30 éves a falugazdász hálózat. A múlt folyamatos kutatása, speciális családkutatási programok, levéltári szolgáltatások, együttműködések a határon túl is. Ezek is a Vármegyei Levéltár feladatai. Köszöntöm a stúdióban dr. Bánszky Hajnalkát, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára új igazgatóját. Először is gratulálok. Köszönöm szépen a gratulációt. Hát az a helyzet, hogy ugye ön az elmúlt jó pár évben igazgató helyettesként szolgált a levéltár, mondhatjuk azt, hogy élén, úgyhogy ennek függvényében nem tudom, hogy mennyire új terep az, hogy ön az igazgatója most már az intézménynek. Igen, 2009 óta dolgozom a levéltárban, és 2014-től voltam Kujbusnék dr. Mecsé Éva igazgatóasszony helyettese. Az igazgatói tisztség azért az a felelősségnek egy nagyobb szintje, tehát mindenféleképpen több feladat és több felelősség és nyomás az, ami most már a vállamon van. Önnek ugye a kutatási területe az a, hát a Benes dekrétumok kapcsán az a lakosság csere, ami hát Nyíregyházán nem igazán foglalkoztak ezzel a témával, ha jól tudom. Ez a kutatási terület így is megmarad önnek? Igen, én a doktori disszertációmat a Csehszlovák-Magyar Lakosság Csere Nyíregyházán és környékén címmel írtam, hamarosan egyébként megjelenik könyvformájában is. Hát a kutatás az minden levéltárosnak fontos, most függetlenül attól, hogy sima levéltárosként vagy vezetői megbízással ül a székében, illetve ez kötelességünk is, hiszen így ismernek meg bennünket a szélesebben vett szakmában, illetve a helyi tudományos közéletben is. Tehát mindenféleképpen fogom, illetve szélesítem is ezt a témát. Hát én a menekült kérdéssel, illetve 45-47 közötti társadalomtörténet felé kacsintgatok. Kujbusné dr. Mecsei Évának pedig a főkutatási területe a Nyíregyháza város alapítása volt. Ezt ön átveszi? Igen, ő a város 18-19. Századi történelmével foglalkozott. Amikor én a levéltárba kerültem, én tudok szlovákul, az én egyik első feladatom az az volt, hogy a régi ócse nyelvű szövegeket olvastam, regesztáztam. Tehát foglalkoztam ezekkel az iratokkal is, illetve 19. századi társadalomtörténetből nekem is van tanulmányom, vannak életmódtörténeti tanulmányaim, illetve érdekel az itteni evangélikus közösségnek a vallásgyakorlása, a társadalomtörténete, a szlovák asszimiláció, ami mind, tehát 20. század közepét megelőző időszak. Mennyiben lesz másabb az élete a Megyei Levéltárnak azzal, hogy ön lett az igazgatója? Én azt gondolom, hogy ez egy kontinuitás, hiszen 10 év helyettesség. Én azon az úton járok, amit ő a levéltárban előkészített, vagy megcsinált, illetve nagyon fontos, hogy mi egy minisztériumi fenntartású intézmény vagyunk, tehát a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeként működünk. Tehát mindenféleképpen a korábbi hagyományokban fog belesimulni az is, amit én fogok csinálni a levéltárban. No, de azért csak vannak tervek, hogy hogyan tarthatja a kapcsolatot a lakossággal a levéltár. Persze, tehát nekem is kellett igazgatói pályázatot benyújtanom, és abba kiemelten szerepeltek, hogy továbbra is fontosak a rendezvényeink, fontosak a határon túli tudományos kapcsolataink, szeretnénk projekteket folytatni a későbbiekben is vele, szeretném továbbra is a Vármegye, illetve a városi tudományos intézményekkel és közgyűjteményekkel fenntartani a kapcsolatot, tovább bővíteni az iskolákkal való együttműködéseket, tehát igen. Azért fontos feladata van a levéltárnak a tekintetből is, hogy hát gyakorlatilag dokumentálja az életünket,
ugye? Tehát irattározási feladatai is vannak. Így van, a levéltár az a magyar hivatali rendszer része, tehát ugye mi őrizzük a levéltár érett iratokat, tehát amik általában 15 évnél korábban keletkeztek, ez egy, nem egy ökölszabály, de hogy azokat át kellene a levéltárnak vennie. Mi ennek érdekében folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a vármegyében működő iratképzőkkel, önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, szakigazgatási szervekkel, iskolákkal, stb. Mi ellenőrizzük az ő iratkezelésüket, segítünk nekik a selejtezésben, iratrendezésben, és hát tehát ez az egész ellenőrzés, ez egy ilyen, ez egy abszolút ilyen segítő szándékú tevékenység, nem egy büntető célú, hogy így fogalmazom. Ezek az iratok pedig már most már főként digitális iratok, nem? Tehát nem papír alapúak. Igen. Tehát kiemelt a digitális iratkezés. Egyébként mi is a levéltárban a hétköznapi ügykezelésünk, az már nekünk is digitálisan működik teljes egészében. Tehát néhány éve ügyfélkapun keresztül lehet hozzánk fordulni a hivatalokkal, hivatali kapun keresztül tartjuk a kapcsolatot. Persze még mindig sokan levélben fordulnak hozzánk, vagy azt hiszik, hogy a levéltárba akkor kézzel kell írni, de ez nem igaz, tehát sokkal hatékonyabban és gyorsan megkaphatják, ha ügyfélkapun jelentkeznek nálunk. Hát hogyha levéltár, akkor szerintem így rögtön az embereknek a legfeljebb a kutató munka jut az eszébe, de nem feltétlenül csak ez az önök fő profilja, tehát hogy szolgáltatnak is a lakosság felé, hogyha például valami ingatlannal kapcsolatos probléma vagy kérdés merül fel, akkor önök ebben tudnak segíteni, ugye? Igen, van ügyfélforgalmunk, ez ugye nálunk őrzött iratokra alapul. Most jellemzően rengeteg használatba vételi engedély másolatot kérnek a legújabb otthonfelújítási támogatással kapcsolatban, hiszen ugye a 90 előtti iratoknak a legnagyobb része bent van a levéltárban, és ha valakinek ebből kell egy használatba vételi engedély, akkor hozzánk fordul. Megszűnt iskolák anyagai, iskolai bizonyítvány másolatokat, munkaidő másolatokat, hiszen az egykori állami vállalatoknak, TSZ-eknek nálunk vannak az iratai. Közjegyzőiratokat, bíróságiratokat, tehát elég sokféle ügytípusban vagyunk az állampolgárok segítségére. Na, akkor beszéljünk a kutatásról. Igen. Hogy kell elképzelni az önök mindennapjait, tehát hogy a kutatók így fogják magukat, és tényleg ott beülnek, és ücsörögnek a polcok között, és közben lapozgatják az iratokat? Hát van egy kutatótermünk, tehát oda készítjük elő nekik az egyébként digitálisan igényelt iratokat, hiszen beiratkozni is az interneten keresztül kell, iratot is ott kell kikérni. Nyilván, aki ehhez nem ért, annak bejön a kutatóterembe és segítünk neki, de alapvetően minden online működik ezek közül. Vannak online kiszolgálásunk is van egyébként, tehát olyan is van, hogy a már bedigitalizált iratanyagot online szolgáljuk ki, amit vagy az otthonába tekinthet meg, vagy nálunk a kutatótermi gépeken. Családfakutatás. Úgyhogy ha szeretném a családomat kutatni, család, akkor azt hogyan tehetem meg? Hát a levéltár az egy nagyszerű hely hozzá, hiszen nálunk találhatók az egyházi anyakönyvek másodpéldányai a megye mostani területéről, illetve az állami anyakönyvek másodpéldányai. Ott vannak kutatási korlátozások adatvédelmi okokból, az éppen hatályos az fent van a Magyar Nemzeti Levéltárnak a honlapján, azt éppen nem olyan régen változott meg, tehát azt érdemes mindenkinek átböngészni, de örömmel mondhatom, hogy a néhány évvel ezelőtt bevezetett szigorítás most egy kicsit oldották, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy jöjjön családkutatni a levéltárba. Beszéltünk arról, hogy vannak, illetve megemlítette, hogy vannak különféle programok is. Melyek ezek, és a jövőben melyekre lehet számítani? Hát kiemelt programunk az a Nemzetközi Levéltári Nap, az minden év őszén van. Itt országos, illetve külföldi elismert szakembereket hívunk előadónak, illetve ide meghívjuk a külföldi partnerintézményeinket és belföldieket is. Minden évben készülünk Nyíregyháza Városnapja alkalmából, és emellett mindig vannak, tehát van úgy, hogy 4-5, de van úgy, hogy 10 rendezvényünk van még ezek mellett az évben. Középiskolákkal is tartják a kapcsolatot, vannak versenyek is, ha jól emlékszem. Igen, általános és középiskolákkal egyaránt őket várjuk levéltári órára, többféle óratípusból választhatnak, illetve hogyha az érdeklődő történelemtanár
felkeresi valami más témát, gondol ki, arra is nyitottak vagyunk. Hát évente egy kb. 2 tucatnyi csoport felkeresi a levéltárat, iskolás csoport, olyan 6.-7. osztálytól a 12.-ig jönnek hozzánk. Szoktunk nekik pályázati kiírásokkal készülni, versenyekkel, kvízekkel, van kifejezetten nekik készített forrásválogatásunk is, úgyhogy keressük mint célcsoportot a diákokat. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm a meghívást. Magas képzettségre van szükség ahhoz, hogy a munkavállalók lépést tudjanak tartani a kor kihívásaival. Ez is elhangzott a Nyíregyházi Egyetemen, azon az állásbőrzén, ahol munkáltatók, munkavállalók, ezen belül álláskeresők, profilváltók találkozhattak egymással, kilépve az online térből. A 21. század legnagyobb sokja, hogy néhány év múlva tömegében olyan állásokat fognak betölteni a kor munkavállalói, amelyeknek ma még a nevüket sem tudjuk. Ez azt jelenti, hogy eddig nem tapasztalt sebességgel kell reagálni az információtechnológiai, logisztikai, társadalmi, üzleti igényekre. Szabó György rektor szerint egy teljesen más erőforrás gazdálkodási logikába kell az új generációnak belenőnie. A lifelong learning ma már trivialitás a számukra. A kulcskérdés az innováció, a környezeti változásokhoz történő szélsebes alkalmazkodás, tehát a képességek, készségek felértékelődnek, és az a sajátosság, amivel a Nyíregyházi Egyetem bír, hogy a pedagógus képzés mellett, ami ugye egy közszolgálati jellegű dolog, az agrárium, a mérnöki tudományok, informatika, közgazdaságtudomány, művészetek megjelentek, sport, tudomány, rekreáció, egy teljes életet tudunk kínálni, tehát a jövő értelmisége belenő ebbe az új világba, és megtanulja saját magát menedzselni, vegye tudomásul mindenki, hogy felelős a saját sorsáért, és egy állásbőrzének is az a kihívása, hogy megtalálja mindenki a saját működési közegét. Az elmúlt évtizedek alapján elég hosszú időt töltöttem a felsőoktatásba, és az alapvető kudarc a diákjainknál nem azért jelentkezik, mert képességbeli problémái vannak, hanem nem találja a képességei, az érdeklődése és a működési terület közötti összhangot. Ez az állásbőrze nélkül és a térség munkavállalóinak nyitottsága nélkül nem teremthető meg. Tehát a legnagyobb érték, ami 2 évtized alatt történt, ennek a kapcsolatnak az elmélyítése, hogy tudatában legyen a jövő munkavállalója, hogy mit jelent egy informatikai, gépészeti, mezőgazdasági, marketing, média, kommunikációs tevékenység, hogy ez a máz, amit a naív, hittel, 2 mondatos internetes érdeklődés alapján vélelmeznek egy szakmáról, emögé be lehessen tekinteni. A vármegyében az elmúlt évtized komoly fejlődést hozott. Bővültek az ipari parkok, megnőtt a kínált álláshelyek száma. Mindez hozzájárulhat a munkaerő, a képzett munkaerő helyben tartásához is. Az állásbőrzén egyedüli önkormányzatként megjelenő Nyírbátor város saját elképzeléseit mindehhez hozzátéve igyekszik lehetőségeket kínálni az álláskeresők számára, akár tartós berendezkedésre, vagy a városban való letelepedésre. Nyírbátor város önkormányzata is elindított egy olyan programot, amivel mi is megpróbáljuk azokat akár egyetemistákat, akár olyan embereket, akik munkalehetőségeket keresnek, elindítani, segítséget nyújtani ebben a gyakorlatilag elveszettnek hit kis labirintusban, mert sokszor az emberek nem is igazán tudják, hogy hol kezdjenek hozzá. Nyírbátor város önkormányzata azért jelenik meg ezeken az állásbőrzéken, mert segítséget nyújtunk azon keresztül is, hogy mondjuk egy lakhatás az oktatás területén, a gondoskodó szociális szférán keresztül hogyan tudjuk még őket a város részéről segíteni. Mennyire lehet tenni a munkaerő megtartása, a lakosság megtartás érdekében?
például elindítottuk, talán azt kell mondjam, az országban egyedülálló módon a bérlakás programunkat. Nem nagyon vágnak bele ma már ebbe az önkormányzatok, hiszen óriási munka is, óriási pénz is. Mi ezt megtettük. 42 dolgozói lakást építünk most, ami valószínűleg az év végére készen lesz. Ez a cégekkel való együttműködést is segíti nekünk. Az előző bérlakásunk a 71 bérlakásból álló, az teljesen önkormányzati bérlakás. Azt is abból a célból építettük, hogy azok, akik ide beköltöznek Nyírbátorba, de még talán nincs annyi összegyűjtött, megtakarított pénzük, hogy ők saját lakást vásárolhassanak. Talán még nem is biztos, hogy eldöntötték, hogy itt fognak letelepedni. Nekik adunk egy olyan lehetőséget, egy olyan segítséget, hogy ezekben a bérlakásokban ők elhelyezkedhetnek, és örömmel jelentem, hogy nagyon sokan néhány év után talán saját vásárlás, lakásvásárlás vagy albérlet miatt bejebb költöznek a Nyírbátor városába, és hát gyakorlatilag Nyírbátorban kezdik el az életüket, ami számunkra nyilván öröm. Megéri eljönni ezekre az állásbőrzékre? Hány cég képviseli Nyírbátor városát? Nem az összes. Tehát nincsenek itt mindannyian, talán a legnagyobb cégünk közül az Unilever nem jött most el, de itt az MSK, a Koloplast, a Dél, a Szerioplast, a Rosenberger, őket a legnagyobb cégeinknek említjük a mai napon is, ők mindannyian itt vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon megéri megjelenni, ezért mindig el is jövünk, és mindig nagyon szívesen veszük a meghívást. 2024. augusztusában 22.154 főálláskeresőt tartottak nyilván a Vármegyében. Létszámuk 3200 fővel, 13,7%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. A nyilvántartottak között azonban több mint 60% a szakképzetlenek aránya. Az idei állásbőrze is valamennyi álláskereső számára kínált hasznos információkat, tovább gondolásra alkalmas lehetőségeket. Én gyógypedagógusként végeztem, illetve HR tanácsadóként, úgyhogy most mindenképpen olyan munkahelyeket keresek, ahol elsősorban fontos prioritás az diverzitás, az inkluzivitás, vagy akár kiemelt cégek, amik ezekkel foglalkoznak. Úgyhogy igazából én célirányosan jöttem ilyen területekre, vagy olyan multik, akik tudom, mint például a Lego, akik számára ez fontos. Úgyhogy én így ezek alapján szűrök. Mennyit standot sikerült már felfedezni, ahol érdemes önnek megállni ezek miatt? A nagyobb cégekhez mentem oda így célirányosan, illetve most már itt a második olyan, sőt harmadik olyan cég, akik így foglalkoznak vagy fogyatékossággal élőkkel, vagy megváltozott munkaképességű személyekkel, úgyhogy úgy érzem, hogy van kihez oda menni, meg mindenki nagyon nyitott, úgyhogy tudok kérdezni, segítenek, válaszolnak. Úgyhogy így lehet kérdezni, meg lehet itt menni bármerre. Önálláskereső? Most jöttem külföldről vissza, úgyhogy igen, nyitott vagyok mindenre. Nyíregyházán? Elsősorban inkább olyan, ami ilyen hibrid, hogy lehet akár itthon is dolgozni, de akár utazni is. Főleg Nyíregyházán és Budapesten nézelődök, igen. A mentorház 2023-ban alakult, így első alkalommal jelentek meg a Nyíregyházi Egyetemen megrendezett állásbőrzén. Megjelenésük már is kettős célt szolgál. Egyrészt ugye most munkavállalói oldalról és munkaadói oldalról is gondolkodtunk. Ugye munkaadói oldalról itt a hátam mögött például látszik, hogy melyik is érzékenyítő részlegünk, és folyamatosan hívjuk be a környező standon lévő munkavállalóknak a képviselőit. A másik része az, hogy itt magán az egyetemen is már sok fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű fiatal van, és nagyon kevés esély van arra, hogy munkát találjanak. Alig pár százalékuk tud elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, úgyhogy azt mondom, hogy egy nagyon hiánypótló kis stand ez itt az állásbőrzén. Mit tud kínálni számukra egyébként a mentorház? A mentorház ugye egy komplex programot tud biztosítani a cégek és a munkavállalók részére, hiszen ugye itt a MIRED rendszerünk, ez egy spanyol módszer, ami, és az a tapasztalat, ami ott van, ugye, hogy tudjuk felmérni a munkavállalókat, a munkaadókat, hogy tudjuk őt összekötni, és hogy tudjuk mentorálni azt a folyamatot, aminek az a vége, hogy valaki elhelyezkedik, ott marad, fejlődik, és esetleg még jobb munkakörbe is tud kerülni. Van-e információ arról, hogy az elmúlt 20 esztendőben, amióta ez az állásbőrze megrendezése kerül minden évben, hogy foglalkoztak-e a megváltozott munkaképességű emberekkel?
Én azt látom, hogy vannak olyan kiállítók, ahol a megváltozott munkaképességű embereknek a védett munkahelyeken tudnak pozíciót adni. Ugye itt most van két nagy védett foglalkoztató a standokon, de ugye ez egy szegregált körülmény. Ugye mi azt szeretnénk, hogy a nyílt munkaerőpiacon egyenlő eséllyel, egyenlő bérért dolgoznak ezek az emberek, megbecsült tagjaiként a társadalomnak. Ugye a jelenlegi struktúra az, hogy nagy védett foglalkoztatókat hoznak létre, és nem mindig a képességeinek, készségeinek megfelelő munkákat lát el egy ember nem megfelelő bérért. Mi ezen vagyunk hivatottak, hogy javítsunk, segítsünk. Egyértelműen megéri megjelenni az állásbőrzén a kiállítók szerint, akik közül többen a vármegye határain túlról érkeztek. Valamennyi cég célja a rendezvényen és az online térben megtalálni nyitott állásaikra a megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalókat. A 20. állásbőrze a Nyíregyházi Egyetem és a Kelet-Magyarország Napilap közös szervezésében valósult meg. 30 éve segítik a hazai gazdálkodókat a falugazdászok. A NAK hálózata országosan mintegy 1000 ügyfélszolgálati ponttal működik. Az idei bővítéssel 700 főre nőtt a falugazdászok létszáma. Vármegyénkben már 30 éve szolgálatban Károly László körzetvezető falugazdász, akit köszöntök is a stúdióban. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Tehát nézzük a legelejétől, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor ön mondhatjuk azt, hogy szolgálatba állt, akkor milyen tapasztalatokkal, vagy milyen érzéssel állt szolgálatba, honnan jött egyáltalán az, hogy falugazdász legyen, és miért volt szükség önre, önökre, mint falugazdászok? Még akkor, amikor kezdődött, még nem volt benne nagy tapasztalatunk, mert ez újként került be a mezőgazdasághoz a termelők segítésére. És amikor ez elindult, lehetett pályázni rá, elbeszélgetések voltak, tesztek voltak, és akkor ezeket ugyanúgy, mint most is így vesznek fel kollégákat, és az alapján a megfelelő személyeket kiválogatták. És úgy lettem én 94. március 1-től falugazdász. Akkor még milyen feladata volt a falugazdásznak? Mennyire tapasztalt, hogy tényleg szükség van? Hát nagyon sok esetben azt tapasztalható volt, hogy akkor kezdődött ez a váltás a mezőgazdaságból, hogy a nagyüzemekből magánszférába kerültek át a tulajdonok, és abban az esetben, ahol nem szakirányúként dolgozott valaki, vagy nem volt valami vénája a mezőgazdaságban, azokat nagyon kellett segíteni, mert nem tudták, nem ismerték magukat, a technológiákat, a növényvédőszereket, műtrágyákat, illetve magát a növényeket sem. Mármint a fajtákra gondolok itt, hogy melyik az, ami a térségben ott megáll, és abba kellett segíteni, hogy mindenki ott legyen. Volt olyan, akinél a vetőgépet kellett beállítani, mert minden, hogy nem teszi le a vetőmagot a vetőgép, hát azon állítani kellett, és azon abba is tudtunk segíteni. Akkor jóval több időnk volt olyanra, hogy a termelőkkel személyes kontaktusban legyünk szinte heti vagy napi alkalom esetén is. Most már sajnos ez egy kicsit áthúzódott az adminisztratív munkáknak a segítésére. Hát még akkor a 90-es években azért nem voltunk bent az Európai Unióban, tehát a támogatásokat gondolom, hát egyáltalán nem tudom, hogy mennyire voltak akkor egy támogatások, de úgy gondolom 2004 után pedig már különösképpen szükség volt az adminisztrációra, hogy le lehessen hívni azokat a területalapú támogatásokat. Hát eleinte ez úgy indult, volt támogatás akkor is, összegszerűen jóval kevesebb, mint ami volt, mert nagyon 5000 és 8000 forint emelkedett következő évben hektáronként a támogatás. Ez egyszerű volt, mert volt egy A3-as lap, nem A4-es, ez a méret, A4-es lap, és azon ki kellett tölteni a nevét, adatait, mennyi területtel rendelkezik, és mennyire tart igényt, ezt az összeget le kellett fedni számlával, vagy műtrágya, növényvédőszer, vetőmaggal, és amikor ez megvolt, összepakoláztuk nagy csomagokba, és akkor azt behoztuk ide Nyíregyházára, és utána kapta a pénzt. Mi változott az elmúlt időszak alatt? Hát már részben akkor említette, hogy az adminisztráció felé tolódott. Igen, ezzel kapcsolatban. Elég sok, és hogy fejlődött a maga számítástechnika, azzal együtt itt is fejlődött, mert eleinte a számítástechnikai dolgok, vagyis az a támogatások,
adatokat rögzíteni számítógépen, illetve a rendszeren belül, ott csak a nagy üzemeknek kellett. A 200 hektár feletti termelők választottak abból, hogy most csinálják, vagy nem. Sokan választották azt, hogy egyszerűbbnek gondolták, hogy be van írva, térkép mellé téve, berajzolva, és amióta uniós tagok vagyunk, 2004 óta, kezdődött azzal, hogy térképeket kellett készíteni. Mindenkinek a területére volt egy blokk, annak a blokk térképét mindenki megkapta, és azon kellett berajzolni, hogy az ő földterülete hol helyezkedik el. Szépen sorba, mindenki külön-külön nyújtotta be, az is ugyanúgy bekerült magához a rendszerbe került, és onnantól kezdve, hogyha jogos volt az igénylése, akkor fizették. Itt tulajdonképpen csak arra kellett figyelni, hogy egy blokk, ha 15 hektár volt belőle támogatható, akkor 15 hektár nem lehetett túllépni a 5-10 vagy akárhány termelőnek. A termelőknek a hozzáállása, illetve hát a tudás szintje mennyiben változott az utóbbi időben, önnek mi a tapasztalata? Tehát ugye arra vagyok kíváncsi, hogy a falu gazdászok segítségét mennyire veszik igénybe, vagy támaszkodnak rá. Az időseknél ez jellemzően mindent elvárnak tőlünk, hogy most oldjuk meg azt a problémát, amit meg kell oldani, és úgy nyújtsuk be a kérelmet, hogy ő ebből profitáljon, pénzt kapjon. A fiatalabbaknak is ez a céljuk, csak ők már konkrét megoldásokkal vagy megoldás rendszerekkel jön elő, és akkor abból segíteni, hogy mi lenne az, amit ő legjobban meg tud csinálni. Nem kerül neki jóval több hozzájárulásával, anyagi, illetve idővel, nem több, ezeket meg kell, hogy csináljuk, illetve segítsük. Most hát egyszerű, mert hogyha már benne van a rendszerben, arra termelőre rákattintva minden feljön az előző évből. És itt ezeket már könnyű kezelni, mert a kukorica volt a tavaly, most napraforgó, csak át kell inni a kultúrát, terület nem változott, szinte minden maradott. A terület nem tolódott valahová, mert osztatlan közös esetében előfordulhat olyan, hogyha kimérik ezeket az ingatlanokat, változik a helyük. Vagy nő, vagy kisebb lesz, vagy nem pont oda kerül, ahol eddig volt, és ezeket most már pontosan 4/10 pontossággal be kell rajzolni. Beszélt az idősebbekről, meg a fiatalokról, megemlítette őket. Hát a mezőgazdaságnak is amúgy folyamatos kérdése a generációváltás. Ha jól tudom, hirdettek is még ezzel kapcsolatban pályázati lehetőséget, ugye, hogy az idősebb átadja a fiatalabbnak. Önnek mi a tapasztalata, mennyire morzsolódnak le a fiatalok egyáltalán magáról a mezőgazdaságról, mint ágazatról, mint bevételi forrásról? Nem jellemző, a fiataloknál nem jellemző a morzsolódás. Mennyire veszik át akkor? Van, de nem jellemzően. És a szülőktől, nagyszülőktől, akik eddig benne voltak, ezek a gazdaságok a fiatalok esetében koncentrálódnak. A termelők csökkennek, mert vagy elhalálozik, vagy már nem bírja fizikálisan ezeket a tevékenységet, az ismerek 82 éves termelőt is, aki még folyamatosan részt vesz a gazdálkodásba, ugyanúgy műveli a földterületet, mindent megcsinál, amit éppen az ő fizikumához, illetve a lehetőségéhez mérten mindent meg tud csinálni, de egyre jobban fog, legalábbis úgy véljük, hogy egyre több olyan fiatal mezőgazdasági termelő lesz, aki tovább fogja ezt vinni. Igaz, van olyan ágazat, hogy az állattenyésztésre gondolok, amit ezek a fiatalok nem nagyon fogadnak kebleibe. Mert ott 24 óra, 365 nap kell tevékenykedni benne, még magával egy ültetvénnyel vagy szántóterülettel. Vannak időszaki munkák, amikor aztán tényleg hajtani kell, de utána van egy kis lélegzetvételhez lehetőség. Az állattenyésztésben nincs. A felvezetőben elhangzott, hogy bővítették a falugazdász hálózatot, hát nem véletlenül, mert hogy azért változik a támogatások rendszere is, most az Európai Unió támogatásaira gondolok. Itt önöknek akkor milyen kihívásuk van ezzel kapcsolatban? Sajnos elég sok. Elég sok? Elég sok, mert egyrészt ezek az uniós, illetve magyar jogszabályok is folyamatosan változnak.
nüanszokat, nem nagyokat, kis pici apró dolgokat, vetésnek a másodvetéseknek, ezeknek a vetés ideje, milyen kultúra fogadható el, milyen növényvédőszerek használhatók bizonyos formátumokba, hogyha olyat választ valaki, és az a növényvédőszer is, mint tudjuk, ezekből is nagyon sokat kivonnak alapból, hogy itt Magyarországon nem használhatóak bizonyos növényvédőszerek, holott a szomszédos országokban ezek a növényvédőszerek használhatóak ugyanúgy. EU-snak? Szomszédos országok? Nem. Jó, nem EU-stag, és ugyanúgy használható az a növényvédőszer, ami Európán belül is tiltott. Attól függetlenül, hogy az a növényvédőszer nem biztos, hogy olyan hatással van magára a környezetre. Mert vannak olyan anyagok, amelyek úgymond lájtosabbak is, vagy változik a forgalmi kategóriájuk. Tehát akkor a termés mennyiség csökken. Ezt akarja ezzel mondani? Hát ha valaki jól csinálja, nem biztos, hogy csökken a termés mennyisége, csak több input anyagot kell beinvestálni magába a termelésbe. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Mai 35 perc című műsorunk véget ért. Köszönjük a figyelmüket, kedves nézőink. Legközelebb ezzel a műsorral szerdán este találkozhatnak. Viszontlátásra!